Kösz, de nem érdekel. Hidd el, nekem édes mindegy. Csak errefelé előfordul, hogyha magadba zárkózol, a legtöbb ember tanakodni kezd az okán, és kíváncsiskodnak. De te döntesz. Most jut eszembe. Charlotte-ot korábban meghozták, lesz, aki vigyáz rá? Igen, lesz rá vállalkozó. Ó, és neki is van egy cuki jelmezem. Jól fog mulatni. Csodás, köszönöm. Nagyon szívesen, viszlát. Jody? Mi az, nem érek rá. Még az a vacsora meghívás. Úgy tudtam, nem akarsz jönni. Meggondoltam magam. Ó, meggondoltad magad tényleg? Jól van, hiányzik a sofőr. Kéttől elhozhatod a jelmezedet. A jelmezt? Jó, kösz. Kiadtad a kocsimat a férjemnek? Azt gondoltam, hogy te küldted érte, és kifizeted. Én nem mondtam, hogy én jövök érte. Akkor szerintem hívd fel, és kérd meg, hogy ugorjon be érte. De azt nem lehet. Miért nem? Szia, Moira, hogy megy a kristálygömbolvasás? Edőrétbe vihette az anyját. Azt mondta, csúnyán megfázott, és... De egy órán belül Fisherben kell lennem. Tenyérjóslásra hívtak a klubházba. Szívesen elviszlek, én is oda tartok. Egész biztos? Persze, gyere csak. Na látod. Kösz. Szia. Szia. Te ezt nem keresett? Csak egyszer. Megmondtam, hogy az alpaka jól van, és majd hívjuk. És egyébként köszönöm, Stevie. Nona csak néhány napig marad. Tudod, elmegy néhány napig hazudozni, de vendégeink jönnek. Jody bulija. Tényleg, akkor muszáj lesz magyarázkodnom nekik is. Alexnek, Terinek, Robnak. Jobb lesz, mint a bűnügyi regény. Ne haragudj, de ez borzasztóan... Bonyolult. Két mindig az lesz. A te nonnád kedves nénének tűnik, és ha rájön, hogy hazudtál... Nem akarom. Nem akarom, hogy rájöjjön. Jól van. De ha így lesz, szerinted mennyire fog fájni? Most próbáld! Oké. Hé, sikerült! Juhú! Nézd, mennyi az idő. Ó, egek. Stevie ki fog nyírni, a tápellátó már tutira bezárt. Nekem meg fél órája jósolnom kéne. Az univerzum jelez, hogy nem így lett elrendelve. Igen. És még egy jelmez is hiányzik a játékunkhoz. Most függönyökből készíthetek öreg kontessza ruhát. Tehát egy kontessza jelmez kellene? Igen, két nagymamájának. Van nálam néhány holmi, csak lesz megfelelő. Tényleg? Igen. Ez fantasztikus, neked is el kéne jönnöd. Van helyettek egy vacak jósnőnek. Bár nincs több szerep, de tutira feldobnád a hangulatot. Miért is ne? Ez a nap legjobb ajánlata. Mondd, Rob elvitte már a... Hűha! Nézzenek oda! Szuper, hogy ezt választottam. Ez nem egy angol szobalány egyenruhája a 20-as évekből. Jó, igazad van, ez francia szobalány szerkó, de sokkal dögösebb. De szörnyen kényelmetlen. Hogy fogom ezt leszedni lefekvés előtt? Gőzöm sincs, Dave biztosan segít. Ó, de vicces vagy. Ez egy nagy, ostoba zűrzavar, aminek véget kell vetnem. Nem vicceltem, két. Olyan vagy, mint hamupipőke ruha, romantikus vacsi, és most... A pasi. Ő csak eljátsza, hogy a barátom. Igen, csak hogy éjfélre kiszúr. Nem azt akarom, legalábbis ne így, csak úgy kétségbe estem. Így igaz. De hamupipőkének bejött. Pesgőt a hölgyeknek és virágot az én... Két... Te vagy a legragyogóbb lány, akit ismerek. Hogy? Nona! Nézzék csak, csodálatosan nézel ki. Hadd segítsek egy kicsit, Jody. Igen, ezeket ki kéne vinni. Na, milyen vagyok? Gyanakszik a nagyid? Nem, ügyesen csinálod, köszönöm. Biztos, hogy nem túlzás?
Hé, végül is ma szerepen jöttünk, nem? Remek. Ó, egyek. Felvehettem volna, mielőtt Jody rám sózta. Húzd be a hasad, és jobb lesz. Gondolod? Kizárt, hogy ebben feszítsek. Nézd, Rob, amúgy is többet tudsz a Somi csatáról. Na, ugye. Ezt nem hiszem el. Egyenruhát cseréltetek. Igen, bocs, látod, hogy muszáj volt. Moira, ismered Alex-et? Jó napot. Ő meg Rob. Moira jó nő, amikor nem vezeti a vaskereskedést. Minden olyan gyönyörű itt. Micsoda életetek lehet. És csupán a díszlet. Amikor Nonoddal fiatalok voltunk, kiöltöztünk és táncolni mentünk. Táncolni? Tudod, Nonoddal még sosem voltunk távol egymástól. Akkor miért nem jött ide veled? Ezt egyedül kell végigcsinálnom. Látod a nagy pocakját? Egy alpaka baba van benne. Siel, Jody, mindjárt robban. Stevie! Nézzenek oda! Hé, a sofőr! Köszönöm, ma nem kocsikázom ki. Remek. Te háziasszony vagy, nem a házi sárkány. Ó, kérem, az örökös nő ezt még csak meg se hallja. Megismételjem egy pillanat. Hé! Istenem! Harmadik Roger Smite-ot meggyilkolták! Kérem, nem ér előre beleolvasni. Aki legelőször kitalálja a gyilkost, az a nyertes. Oké. Fogalmam sincs, kiölte meg a házigazdát, de szívesen ajánlok jutalmat annak, aki megoldja ezt a rejtélyt. Nagyszerű. Igen, igen. Szép volt, Mrs. Manfredi. Megismertem életem szerelmét. Nem tudhatom, hogy bármi elszakítson az én egyetlen drágámtól. Tehát a gyilkosnak itt kell lennie valahol. Ebben a kertben. Hölgyeim és uraim, ki lehet az?